Nem valószínű, hogy sokan ismerik a képen látható karaktert, de ezt sosem lehet kizárni. Azonban azok számára, akik nem ismerik, elmondom, hogy ő Yuri Alekszandrovics Bezmenov, aki állítólag egy ex-KGB ügynök, ami gyakorlatilag a megfelelője az amerikai CIA-nak, és természetesen minden, amit csinál, az gyanús, különösen akkor, mikor a jelek is erre utalnak. Azonban, amit mond, azt érdemes megfontolni mindenkinek. És visszamutat arra, amit már rengetegszer hallottatok a csatornán, az pedig az, hogy minden, amit tudunk, azért van, mert azok, akik uralják és irányítják a rendszert, azt akarják, hogy ezek a dolgok kiderüljenek. Amit ők akarnak, az káosz, az, amit ma látunk a világban. Amit ők akarnak, az az, hogy az emberiség elhiggye azt, hogy felvilágosult, hogy kiderítette az igazságot, és hogy képes arra, hogy megváltoztassa a saját sorsát, a saját erejéből. Ez az, amit ők akarnak. Sajnálatos az, hogy ennyi idő után sem világos az emberek számára az, hogy ami történik, az egy óriási manipuláció. A világot nem lehet megváltoztatni, a világot nem fogja tudni megváltoztatni senki. Teljesen mindegy, hogy hányan ébrednek föl, hányan fognak össze, és hányan mennek az utcára. Ami történik, az az, amiről a nagyszerű Saul, vagyis Pál apostol írt, Tesszalonikaiakhoz írt második levelének második fejezetében. És azért bocsátja rájuk Elohim a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Az igazságtalanság ugye ez esetben a teremtő instrukcióit jelenti, azokat a szabályokat, melyeket az emberiség számára meghatározott. Mielőtt azonban még abba hagynátok a videó nézését azzal, hogy ez valamiféle bibliai tanóra lesz, én azt javaslom mindenkinek, hogy várjon még egy kicsit. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de ami ma történik a világban, az a tévegés ereje, melyet a Teremtő bocsátott az emberiségre. Ez az ő munkájának eredménye. Hiszen elfordult az emberiség tőle, és a saját feje után megy. Ez a szánalmas viselkedés, ami a legtöbb embert jellemez manapság, az annak az eredménye, hogy a saját feje után megy, és azt hiszi, hogy képes lesz megváltoztatni a világot úgy, hogy nem is érti azt. Arra a tudásra alapoznak, melyet azokban az intézményekben szereztek meg, amiket azért hoztak létre, hogy a világ olyan legyen, amilyen. Hogy az emberek tudatlanok legyenek a valósággal és az igazsággal kapcsolatban, és ugyanazt gondolják, és irányíthatóak legyenek, mint egy nyáj. És a nyájat nem pejoratív értelemben mondom, hanem egyszerűen az az, ami irányítható. Egy nyájat egy kutya képes irányítani, hiszen a nyáj együtt mozog. A nyáj különböző utasításokra reagál. Nem csak utasításokra, hanem különböző ingerekre együttesen reagál. Ilyen lett az emberiség. Elegendő egy szakállas, fejkendős férfit mutatni, és akkor mindenki megijed, vagy egy fejkendős nőt mutatni, akinek csak a szeme látszik, és mindenki felháborodik. Teljesen mindegy, az emberiség úgy reagál, ahogy be van tanítva. Mi az, ami betanítja? Az a rendszer, amit kidolgoztak azok, akik uralják és irányítják ezt az egész világot. Erről szeretnék némi információt nyújtani azok számára, akiket érdekel, hogy mi is az, ami történik, és hogyan működik pontosan. Le fogok játszani a későbbiekben egy videó részletet, ami egy Yuri Alekszandrovics Bezmenov előadásból lett kivágva. Számtalan találtok az interneten, nem tudom, hogy van-e hozzá magyar felirat, ehhez a részhez lesz, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg. Itt összefoglalom azok számára, akiket érdekel. Még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy ez az ember is része a megtévesztésnek. A megtévesztés ez esetben nem a hazugság, a megtévesztés az, hogy az ember megtudja az igazságot és kiderít, és azt hiszi, hogy ő az, aki ezt kiderítette, és azért tudta meg, mert annyira okos és kinyomozta. Azért tudta meg, mert azok, akik uralják ezt a rendszert és irányítják, azt akarták, hogy megtudjuk.
tudják pontosan, hogy hogyan kell a különböző csoportokat manipulálni, és hogyan kell az embereket manipulálni annak érdekében, hogy elérjék azt a célt, amelyet ők akarnak. Ugye Bezmenov egy volt KGB ügynök állítólag, és egy ország elfoglalásának a négy fázisát magyarázza el ebben a videóban. Elfoglalás olyan értelemben, hogy felforgatni és átalakítani, és egyik fázisból a másikba átvezetni mindenféle fizikális beavatkozás nélkül. Fizikális olyan értelemben, mint harcászati beavatkozás nélkül. Nagyszerűen összefoglalja a videóban azt, amiről szó van, de megpróbálom itt elmagyarázni lassan, és akit érdekel, nézze meg, természetesen van több órás verzió belőle, és számtalan előadás van, és mindegyik nagyon érdekes. Ennek a folyamatnak, amit ideológiai felforgatásnak hívnak, az első fázisa a demoralizáció. Bezmenov elárulja nekünk, hogy ez a folyamat, illetve ez a szakasz több mint 20 évet vesz igénybe, de legalábbis 20-at, ugyanis ehhez szükséges az, hogy egy generáció felnövekedjen egy teljesen új ideológiával a fejében. Gyakorlatilag az agymosásról beszél. Természetesen ennek az eszköze az iskolarendszer, mint ahogy azt elárulja. Egy generációt elő kell állítani úgy, hogy ezek az új ideológiák legyenek benne a fejében. Ez az, amit látunk a történelemben szakaszokban. A világot mindig is ugyanazok az emberek irányították az iskolarendszeren, a politikán, a tudományon, médián és a szórakoztatóiparon keresztül. Ideológiákat, gondolatokat, eszméket, filozófiákat ültetnek el az emberek fejében ezeken a csatornákon keresztül, és átalakítják a gondolkodásukat olyanná, amilyenné ők azt szeretnék. A végén pedig a késztermék kijön a folyamat eredményeképpen. Az egyik ilyen eredmény az egyenjogúságért való küzdelem, a különböző erkölcstelen életstílusoknak az elfogadása, a szeretet jegyében, annak a szeretetnek a jegyében, melyet a világ szeretetnek képzel, de számtalan más bizonyíték is van erre a demoralizációs folyamatra, ugye az egyik az úgynevezett LMBT mozgalom. A másik a hasonlóan ostoba feminista mozgalom, ami szintén ennek a folyamatnak az eredménye. Vagy az antirasszista mozgalmak, legfőképp ugye a Black Lives Matter, de azon kívül számtalan más van, ami szintén bizonyítja, hogy az emberiséget programozzák szépen lassan egyfajta ideológia szerint. Ugyanilyen a különböző társadalmi egyenjogúságért küzdő csoportoknak a működése, amik természetesen ugyanilyen manipuláció eredménye. Az emberek azt gondolják, hogy ez az ő nagy ötletük, nem értvén az, hogy ezek a mozgalmak hosszú-hosszú évtizedek óta itt vannak, és mindig is ugyanazt a célt szolgálták, az pedig az, hogy az ember távolabb és távolabb vezessék a valóságtól. Teljesen mindegy, hogy valaki a szegények és a gazdagok közötti különbség eltörléséért küzd, vagy a női egyenjogúságért, vagy a gyermekek jogaiért, a fák jogaiért, a kutyák jogaiért, teljesen mindegy. Mindaddig, amíg az ember részt vesz ezekben a dolgokban, a világ dolgaiban, addig része a problémának, és nem fogja tudni megérteni azt, hogy mi zajlik a világban. Ezek a világ módszerei arra, hogy az embert eltérítsék a helyes útról, arról az útról, melyet a teremtő kijelölt számunkra. Ez a folyamat 20 évet vesz igénybe, legalább ahogyan azt mondtam, és az iskolarendszer az első számú eszköze, hiszen ez az, ahol a nagyüzemi agymosás folyik. Én tudom, hogy ez érzékenyen érinti azokat,
akik hosszú éveket töltöttek el, és az egész életüket feltették arra, hogy minél több tudást összegyűjtsenek ebben a rendszerben. Én magam is ezek közé tartozom, vagy tartoztam, de egyszerűen az emberek el kell ismerni azt, hogy őt is megtévesztették, ugyanúgy, mint azokat, akikről azt gondolja, hogy megtévesztették. A második rész az, ami érdekes, ez az, ahol mi tartunk ma a világon, ez pedig a destabilizáció szakasza, azaz ez a folyamat hónapokat vesz igénybe, és ez az, amit tapasztalunk és látunk a világban, amikor különböző sztrájk mozgalmak, vagy tüntetések, illetve felkelések zajlanak a jelenlegi, illetve a fennálló politikai rendszer ellen. Ez az, ami folyik a világban. Ez alkalommal nem egy országot céloztak meg, hanem az egész világot. Ezért próbáltam megérteni mindenkivel azt, hogy ami történik, az egy manipuláció eredménye. A világot nem fogják tudni megváltoztatni az emberek, de ez hamarosan nyilvánvaló lesz mindenki számára, mikor a rendszer összeomlik. Mindazok az emberek, akik most egyenjogúságért tüntetnek, majd meg fogják tudni, hogy milyen is az a szeretet, amiben ők hisznek, akkor, amikor nincs mit enni, nincs mit inni, vagy nincsen fűtés és hasonló dolgok. Majd akkor kiderül, hogy ki mennyire szereti a másikat. Meg azokat az állatokat például, amelynek a jogaikért most tüntetnek. A harmadik lépése ennek a folyamatnak maga a krízis, azaz egy olyan esemény, amely megrendíti az egész társadalmat alapjaiban. És néhány napot vesz igénybe, legalábbis a stratégia szerint, és a jelenlegi rendszer, illetve politikai vezetés összeomlásával, illetve annak megszűnésével jár. Ezt más néven coup d'état-nak hívják. Erre láthatunk számtalan példát Dél-Amerikában, de szerte a világon, ahol ez a rendszer átvette a hatalmat egyes országok fölött. Ha visszagondolunk a forradalmainkra, a szabadságharcokra, szerte a világon, a háborúkra, a világháborúkra, mind-mind ennek a manipulációnak az eredménye. Átalakítják a társadalmat, az ideológiai rendszert, utána előidéznek egy kaotikus időszakot, majd a krízist, és abból megszületik az új rendszer. Hullámokban folyamatosan ez az, ami végigvonul a történelmen. Nyilván mindenki szeretné azt hinni, hogy a forradalom és szabadságharc, vagy ez, vagy az, vagy amaz, az mekkora győzelem volt. Mindegyik egy irányba terelte az emberiséget, abba az irányba, ahol most tartunk. Ahol világviszonylatban kialakul egy teljes mértékben tudatlan társadalom, amelyiknek semmiféle erkölcsi, morális és spirituális értékrendje nincsen. Az emberiség elvesztette azt az értékrendet, amely eddig jellemezte, legalábbis szép lassan elvesztette, és eljutottunk oda, hogy mindenkinek megvan a maga igaza. Mindenkinek igaza van, mindenki azt csinál, amit akar, az a lényeg, hogy szeressen valakit, hogy ezek a dolgok mit jelentenek, azt igazából nem tudja senki definiálni. A lényeg az, hogy kialakult ez a káosz, és ez volt a cél mindvégig. A négyes fokozat, illetve a negyedik lépés az a normalizáció folyamata, ami eltart örökké, és ez egy új szociális rend konstrukciója, vagyis egy új világrend kialakulása jelen esetben. Természetesen, mint minden eszköz, ez is használható különböző módszerekkel együtt, vagy pedig módosításokkal. Ez az, amit látunk a társadalomban. A demoralizáció, a destabilizáció, a krízis és a normalizáció folyamata jelen van az emberiség történelmében, mindig, mindenhol, különböző helyeken, különböző fázisokban. Azonban most túl vagyunk egy világméretű demoralizáción, amit egyértelműen az Amerikai Egyesült Államokból indul, azzal a fajta erkölcstelen és primitív kultúrával, ami onnan elárasztotta a világot. A destabilizáció időszakát éljük, amikor mindenhol mindenki fellázad a rendszer ellen,
és hamarosan megtapasztaljuk a krízist is, amikor az egész rendszer világméretekben összeomlik. És majd akkor fog mindenki rájönni arra, hogy az az ötlet, ami a fejében volt, hogy megváltoztatja a világot, hogy leváltja a rendszert, és majd újat fog hozni, mennyire ostoba. Ezután fogjuk meglátni az új szociális rendet, ami a normalizáció folyamata, ami az az új világrend, amelytől mindenki annyira tart, vagy pedig le akar győzni, amiben már élünk. Az új világrend egy egységes, idézőjelben téve globális kormány, ami működik már, csak még nem hivatalos, és még látszólag fennállnak a nemzetállamok. Tudván ezeket a lépéseket, tudván a stratégiát mindenki számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy az ideológiai felforgatás, illetve ez a hatalom átvétel, ez teljes mértékben törvényes, nyílt és mindenki számára nyilvánvaló. Akkor, amikor az ember képes kinyitni a szemét. Csak sajnos pontosan az a probléma ezzel, hogy nem képes rá. Az emberek annyira nem értik a valóságot, hogy nem képesek felfogni azt, hogy egy olyan társadalom, ahol mindenki egyenlő, az egy szocialista, kommunista társadalom, amit mindenki utált, mikor úgy hívták, és abban kellett élni. Azonban ez az egyetlen társadalommodell, ahol mindenki egyenlő. Ez az egyik probléma. A másik kérdés az, hogy vajon milyen egyenlő lesz majd mindenki? Mert nem mindegy az, hogy mindenki koldusként fog élni, vagy mindenki gazdagként fog élni. Nehezen tudom elképzelni azt, hogy azok, akik ma uralják a világot, majd szeretnének lejönni arra a szintre, ahol a legtöbb ember él. Viszont akkor mi is az egyenlő? Mi az a szint, amikor, ahol mindenki egyenlő lesz majd? Mert vagy egyenlő mindenki, vagy ugyanott vagyunk, ahol most. Harmadik kérdés, és legfontosabb az, hogy mit lehet majd gondolni egy ilyen társadalomban. Mi az, ami elfogadott, és mi az, ami nem? Mit lehet mondani majd? Mi az, ami nem sér senkit? Mi az, amit gondolhatunk, hihetünk? Ahol mindenki egyenlő, ahol mindenkinek megvannak a jogai, és senkit nem lehet megsérteni, mert mindenkinek valami problémája van azzal, amit a másik mond. Miközben a világ egyik része vár a jelre, a másik pedig próbálja megváltoztatni a világot, elfelejtik azt, hogy mindez évezredek óta megvan írva. Annak, akinek értelme van, az megértette azt, hogy az az idő, amiben élünk, az évezredek óta meg volt jövendőlve. Az engedetlenség az, ami a világot jellemzi. Ez az a dolog, ami átszövi az összes mozgalmat, az emberiség legnagyobb részét. Az, hogy mindenki megy a saját feje után, hogy a saját erejéből szeretné megváltoztatni a világot, és elhagyta azt az utat, melyet a teremtő kijelölt. Pontosan ez az, amit az ellenség mindig is akar. Ő tudja, hogy ő hova megy. Ő azt akarja, hogy minél többen kövessék. És a helyzet az, hogy ő az, aki nyerésre áll. Hiszen az emberiség túlnyomó többsége őt fogja követni pontosan oda, ahova ő megy. Azonban mindig lesz egy rész, egy maradék a világon, akit a teremtő segít ezen az úton. Tetszik vagy sem, de ez a helyzet. Az engedetlenek, akik a világ nagy részét alkotják, azok, akikről Jelenések könyve 13. fejezet 8-as vers szól. És ezzel szeretném befejezni. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Annak okáért imádják őt a Földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányi, aki megöletett e világ alapítása óta. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of its intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money, and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American
to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in four basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least three generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result you can see, most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black. You still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in favor and in the interests of the United States society. And yet these people have been programmed and, as you say, in place, and yes, who are favorable to an opening with the Soviet concept. Mm-hmm. These are the very people who would be marked for extermination in this country? Most of them, yes. Mm-hmm. Simply because the psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt. They will be very unhappy, frustrated people. And the Marxist-Leninist regime does not tolerate these people. They will join the links of dissenters, mm-hmm, dissidents. Yes. Unlike in present United States, there will be no place for dissent in future Marxist-Leninist America. Here you can get popular like Daniel Ellsberg and filthy rich like Jane Fonda for being dissident, for criticizing your Pentagon. In future, these people will be simply squashed like cockroaches. Nobody is going to pay them nothing for their beautiful, noble ideas of equality. This they don't understand, and it will be the greatest shock for them, of course. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years, actually it's overfulfilled, because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes his, then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization.